az Ágacska Gyermeknéptánc Együttes története 1998-ban indult útjára, és a Dunaág Néptánc műhely utánpótlását volt hivatott biztosítani. Az azóta eltelt negyed században több száz gyermek volt az Ágacska tagja. Ez ilyen fölnövekvő időszak volt, amikor a gyerekekből tinédzserek, ifjúsági csapat lett, aztán felnőtt csapat lett, aztán a felnőtt csapat önállóan kezdett dolgozni, szóval egy ilyen generációs fejlődés volt, és aztán jött a pandémia, ami miatt így ez a történet teljesen véget ért, és aztán a pandémia után most már újra építettem a gyerekcsoportot, tulajdonképpen most egy igazi gyerekcsoportként működünk. Az Ágacskánál végzett tevékenységben Nagy Iván is fontos szerepet vállalt. A kezdetekkor a Pántlika tagjaként a zene biztosítása volt a feladat. Mintegy 10 évig a gyerekek nevelésében is részt vett, és egyéb feladatai szintén voltak. Egy koreográfiát például, hogy össze kellett állítani, akkor igen, akkor abban tulajdonképpen együtt csináltuk meg ezt. Konkrétan a Melinda rakta össze, de azt a hátteret, azt az ötletet, azt nagyon gyakran én ötlöttem, fundáltam ki, hogy mire is építsünk, honnan vegyük egyes dallamokat, számokat, lépéseket, hogy állítsuk össze egymás után a koreográfiát, ebben intenzíven részt vettem. Én a gimnázium első éve utáni nyáron álmodtam meg magamnak ezt a pályát, úgyhogy én gyerekként még egyáltalán nem gondoltam arra, hogy színész legyek. Az Ágacska korábbi tagjai között jelen volt a dunaszerdahelyi származású színésznő Bugár Anna is, a budapesti Bánfalvi stúdió tagja. Annak idején az osztályfőnök biztatására az egész alapiskolás osztály táncolni kezdett, ami mindenkinek, így neki is sokat adott. Érződött, hogy akár még jövőm is lehetne ezen a területen, de aztán egy picit más irányt vett ugye az életem, a pályám, de a színpadon, a színházban is mindig tudtam kamatoztatni, amit itt tanultam. Azt az önbizalmat, amit mi mindannyian megszerezhettünk, bármivel is foglalkoznak az akkori osztálytársaim, biztos vagyok benne, hogy hozzájárult mindenkinek a szakmájában, az önbizalmához az, hogy felléptünk, hogy láttak minket, hogy együtt megélhettük ennek a pezsgését, a hevét.